személyes állítatom során nemrég fejeztem be a Bírák könyvét. És a Bírák könyve, meg az a korszak, hát egy elég sötét és ilyen lehangoló korszak Izrael történelmében. És ugye ott van a nép, akik Józsuéval bevonulnak, a legelején is még lehet olvasni Józsuéről, és lehet olvasni arról a nagy nemzedékről. Tehát amikor elkezdem olvasni Judiát, és Józsuéhoz eljutott. Azt nagyon szeretem, azt a részt, azt a könyvet. Szerintem az volt az ilyen izraelitáknak a történelmében az ilyen nagy, dicső nemzedék, akik nem csak hogy bementek és elfoglalták az ő földjüket, hanem ugye nagyon sokan voltak közötte, akik elég fiatalok voltak, 20 év alattiak, akik addigra 60 év körüliek lettek, ugye a 40 év pusztai vándorlás során, és ők látták az egészet. Teljesen képen voltak azzal, hogy mi volt Egyiptomban, hogy ilyen kamasz volt már valaki 15 évesen, akkor bejutott, akkor az már 55 éves volt, és ugye ott is vannak olyan szereplők, akik már hát 55 pluszosok, és mégis azt mondják magukról, hogy de van bennem erőt is, meg tudom csinálni, és tudok harcolni Istenért. És ők látták az egészet, ahogyan Isten csodálatosan dolgozott Egyiptomban, és csodákat hajtott végre, megnyitotta a Vöröstengert, és látták azt, hogy megkapják az ígéretet, és egy jó szó sem esik el ettől az egésztől. És mindig úgy gondolok rájuk, hogy ők a legdicsőbb nemzedék, igazából a zsidóságban. És mindezek után, a felemelő dolgok után, hát én olyan rossz olvasni a Bírák könyvét. Amikor végigmennek, hogy sötét időszak következik be Izrael életében, azt olvastuk a Bírák eleje környékén, ha jól emlékszem, hogy Józsué után az első nemzedék, akik ödökségbe vették azt a földet, hogy jó sokáig, jó hosszan éltek, akik még látták Istennek a dolgai, csodáit Egyiptomban, és élvezték azokat az áldásokat, hogy ülhetnek egy olyan olajfa alatt, amit nem ők plantáltak. Ihatják azt a szőlőt, amit nem ők ültettek. Olyan házban lakhatnak, amit nem ők építettek. És csodálatos dolguk volt. És ebben a nagy csodálatos dolgukban elfelejtkeztek hát a kötelességeikről is, hogy miket kellett volna még csinálni. És ezért látjuk a Bírák könyvében, hogy egyre lejjebb megvannak a nemzedékek. És a könyv végére, nem tudom mennyire vagy tisztában vele, hogy milyen belső viszályok vannak, törzs ellen támad, benyaminitákat szállítják, kiirtják, és ugye egy csomószor visszajön az a mondat, hogy mindenki azt csinálta, ami jónak látszott a saját szemei előtt. És nagyon sötét befejezése van annak a könyvnek. Na és amikor vége van a Bírák könyvének, annyira felemelő olvasni a következő könyvet, ami a Rút könyve. És remélem, hogy messze van a családi tábor, mert mindig a családi táborban a Rút könyvéről van szó. Úgyhogy a Rút könyvéhez lapozzunk, és nem Rútról szeretnénk beszélni, hanem Boázról. Tehát ugye a Rút könyve a Bírák korszakában játszódik. A kommentárok próbálják elhelyezni, hogy melyik időszakban. Azt mondják, hogy inkább Sámson ideje alatt, a vége felé, valakit korábbra datálják, Gedeon idejére. Nem is ez a lényeg, hanem hogy az nyilvánvaló, hogy a Bírák korszakában vagyunk. Tehát a Bírák könyvében lehet látni egy általános képet, hogy Izrael területén, a zsidóságban milyen állapotok vannak, hogyan megy lejjebb, degradálódik le ez az egész. És akkor ott van egy ilyen reménysugár, ott az egésznek a közepén, Rútéknak a története, meg Boázzal együtt. És tényleg annyira felemelő utána ezt a könyvet olvasni. Boáznak egy nagyon jó jelleme volt. És nem azért szeretnék ő róla prédikálni, mert házaspár hétvége volt, és akkor itt van egy jó fér, vagy apáknak lenne, hanem meg lehet benne látni olyan erősséget, olyan jellemet, egy oszlopos magatartást, ami nagyon ritka egy ilyen nehéz időszakban, mint a Bírák 400 esztendeje, amilyen sötét időszak. Boáznak nagyon kitartó volt a jelleme egy ilyen erős világi nyomás idején. Bárcsak mi is ilyenek lehetnénk. Bárcsak a mi életünkben is lenne egy ilyen tartás, egy ilyen kitartás, egy ilyen erősség, egy ilyen szilárd
a világ ideje, idejének milyen jellemzői voltak. Ugye ott volt az, hogy az elején ilyen nagyon nagy jó létbe, de belementek szó szerint a tejjel mézzel folyó földbe, és ott úsztak a tejben mézben, és sok minden lefelejtkezett, még az a dicső nemzedék is. Például az egy ilyen dolog volt, hogy továbbadni az ő hitüket, átadni a következő nemzedéknek azt, hogy minket Isten hogyan hozott ki, és hogyan kell Isten szeretni, Isten félni, megtartani az ő törvényeit, és neki tetsző módon élni, nem elfelejtkezni az Úrról, az ő házáról, akkor még Szent Sátoráról, és a többi. És ezeket nem igazán adták át a nemzedék így egymás után, azért lehet látni, hogy egyre lejjebb és lejjebb mennek. Ugye azt lehet tudni szintén, hogy mindenki azt tette, ami jónak látszódott a saját szeme előtt, mert még nem volt akkor olyan király. És a manapság is pontosan ugyanez van, ezért van akkor a sötétség közöttünk. Mindenki azt csinálja a manapság a világban, ami az ő szemében egyező. Még akkor is, hogy a törvényen szembe megy. Mert a törvénynek nincsen akkor ereje, vagy nincsen rám ideje a rendőrségnek, stb. Az emberek azt csinálják a manapság is pontosan, nem? Ezt teszi, ami a saját szemében kedves. Hogyha nekem az kell, azt meglátom, akkor kevesztek érte, erőszakkal elveszem, elvitorlom, lefizetem, stb. Nem ez a manapság is, elveszem lábalól. A hitetlenek azt csinálták, amik kedves az ő szemükben. A nem Isten félő zsidók, akik egyre többen lettek, azok is azt tették, amik kedves az ő szemükben. Más istenekhez fordultak, bálványokat kezdtek el imádni. És mindemellett van egy kis, ugye még nem ők a maradék, de egy kis szerete az zsidóságnak, akiknek pedig az ő, ők azt tették, ami Isten szemében kedves. Milyen kevés van ebből, és milyen ritkaság volt ez, és sokszor ilyen emberek közül Isten ugye kiemelte egyet bírának olykor. De azért meglátjuk majd, hogy a bírák is egyre lejönnek. A hitetlenek azt tették, ami kedves a saját szemükben, a hívők pedig, az Isten félők azt tették, ami kedves Isten szemében. És vajon ilyen sötét korszakban megvan-e ez bennünk, hogy mi azt tegyük, ami nem a saját szemünknek kedves, hanem Isten személynek, Isten mércéjének kedves. Ugye, még maguk a bírák, hát Isten nem állta a bírát, hát csak szentírás van az ő szájában, hát még a bírák is, hogy megnézzük, azt tették, amikor a saját szemükben volt kedves. Ugye ott van például Gedeon, csodálatos története van, megszabadítja 300 emberrel Izraelt a midianiták kezéből, és amikor nagy győzelmet adott, akkor utána mit csinál? Ugye meg akarják őt koronázni, vagy nem, tehát azt akarják, hogy uralkodjál, te felettünk, meg a te gyermekeid. Volt neki 70 gyereke. És azt mondta a Gedeon, hogy ó, én nem uralkodok felettetek, meg a gyerekeim sem, csak annyit akarok, hogy a zsákmányból adjatok nekem ennyi-annyi aranyat, és akkor ő ebből csinált egy bálványt igazából, vagy egy olyat, ami később bálványra lett. Szinte ugyanazt látjuk, mint Áronnak az esetében. Áron is azt mondta, hogy adjátok nekem ezeket az aranyokat, és akkor csinált belőle egy bálványt. Gedeonnál is ugyanazt látjuk, hogy Isten bírálja, mégis ment a saját szeme után, hogy hát akkor ezt az aranyat ide nekem, aztán öntötte belőle valamit, és hoppá, a nép véletlenül elkezdte ezt imádni. Mert ez volt kedves az ő szemében, pedig Isten nagy választott embere volt. Vagy ott van Sámson, akiről igazán őszintén el lehet mondani, hogy szó szerint a saját személynek kedveskedett. Pedig Isten választott embere volt. De ott van mindezek között Boáz, akinek szeretett volna az Isten személyben kedves lenni. Szeretett volna úgy tenni, hogy olyan legyen az ő magaviselete, az ő mércéje, az ő jelleme Isten előtt, ami az Isten személyben kedves. Ugye a bírák korszakában ott van az, hogy bálványimádás is nagyon erősen elkezdődött. Egy csomó bál, hamon, meg bál, mindenféle ilyen bálványokat elkezdtek imádni, az is igen felvilágzott. Pedig pár generációval ezelőtt látták közvetlen közelről Istent, szólt hozzájuk a Sinai hegyről, elmondta a 10 parancsolatot. És mégis nem adták tovább azt, hogy hogyan kell félni ezt az Istent. És ahogy mondtam, a vezetők is ugye egyre gyengébbek lett. Ugye az első bíra az, jó, Otniel volt, ugye Kálebnek a
Káleb testvérének, az a Káleb öcsének a gyereke. És az unokaöcsének. Káleb az egy nagyszerű nyelvűen bíró ember volt. És az ő unokaöcse is elég jó bíra volt. Aztán jönnek a további bírák, ugye Debóra, tegnap a házaspáros alkalom volt szó arról, hogy Isten olykor nőket is használ. Aztán jön Gedeon, akiről az előbb beszéltem, hogy olyan volt, mint Áron, hogy bálványimádást rendezett be. Aztán jött a következő, ilyen hídesebb bíra, a Jefte. De Jeftéről mit tudunk? Ő bibliaiskolában nevelkedett? Hát őt elzavarták otthonról, és azt olvasom, hogy henyélő emberekkel állt össze. Hát ilyen elkezdett bandázni, és amikor szükség volt egy jó kis katonai vezetőre, hát akkor te nagyon jó vagy a bandád élén, legyél jó az országunk élén is. És ilyen ember tettek meg vezetőnek bírának saját maguk felé. Aztán a sor végén ugye ott húzom, maga Sámson is, aki őtól is azt olvasom, hogy ugye elbukik több asszonyban is, az első asszony. Bukásaik, és után azt olvasok, hogy 20 évig, ha jól emlékszem, bírálta Izrael népét. 20 éven keresztül bíráskodott egy olyan ember, aki hogyan hozott ítéletet olyan ügyben, amiben ő maga is vétkezett. Egy-egy-egy ment az egész. És mégis volt egy ember, aki kiemelkedik ezek közé, és egy csillag kiáll a sötétségben, és Boáz azt mondja, hogy nem ezeknek akarok keveskedni, nem a bírók szemében akarok kedveskedni, hanem az igaz bírónak a szemében akarok kedveskedni. Isten szemében akarok élen járni. És milyen nehéz lehetett neki? Szinte ő rá is el lehet mondani azt, amit Lótról olvasunk, hát nem az Ószövetségben, hanem később az Újszövetségben, hogy ilyen napról napra gyötörte Sodom és Gomorra az ő igaz lelkét. Hát Boáznak is milyen lehetett, amikor napról napra gyötörte ez az egész lelki sötétség, amiben igazából ő élt az ő kortársai között. Biztos vagyok benne, hogy Boázt is erősen kinézték az ő Isten félelme miatt, mert látni fogjuk az ő tulajdonságát, hogy bizony ő félte Isten, és kedves akar lenni az ő szeme előtt. Azért, mert Boázban volt egy olyan dolog, hogy Boáz egy béketűrő ember volt. És egy ilyen sötét időszakban ez a kulcs igazából. És később a dedikáció végén visszatérek erre a kifejezésre, ki az, aki fejben tudja majd még tartani majd akkor, hogy Boáznak ott volt a béketűrése. Boáz egy béketűrő ember volt, és aki az ilyen nehézség időben, megpróbáltatás idejében ki tud állni, az egy békességes tűrő ember, béketűrő ember volt. És így vállalta az igaz életet a gonosz világban. A Boázzal kapcsolatosan sok minden jót ki lehet emelni, gyorsan négyet szeretnék kiemelni az ő életéből, az ő jelenéből, amit ugye a Rút könyvében találtam meg, amit lapozzunk is föl, és először is megemlíteném a Rút második részének négyes versét, amely így szól. Tehát Rút második rész négyes vers. És ímé Boáz kijöve Betlehemből, és azt mondta az aradóknak, az Úr legyen veletek! És ők mondták néki, áldjon meg téged az Úr! Főleg ilyen titkosság tétel után, hogyan mondja ki ilyet, hogy milyen jó munkatársai voltak, nem? Egy olyan ember volt, és igazából ő volt ugye ezeknek az embereknek a főnöke, oda megy és azt mondja, hogy áldjon meg, az Úr legyen veletek! És ők pedig visszaköszönnek, hogy áldjon meg téged az Úr. Lehet, még jó kezük is fogtak, mint egy olyan baptisták szokás. Áldjon meg az Úr. Ugye ő maga szeretett volna világosság lenni, és olyan emberek voltak körülött, akik szintén világosságok akartak lenni. Vagy Boáznak ez a jellemei vonzotta azokat az embereket oda, maga köré. És ilyen embereket vett fel talán a vállalkozásával, munkához, ilyen emberekkel kereste a közösséget. Nem olyan, mint Jefte, hogy tudod, elmegyek az ilyen henyélő emberek közé, hogyha engem innen elzavartak, hanem olyan emberekkel vállalt közösséget, akiknek, hogyha azt mondja, hogy az Úr legyen veletek, akkor nem azt mondja, mint bármely másik ember szinte a világ könyvéből, hogy mit beszélsz itt az Úrról, elfelejtett lennünket, meg mi van, barlangunk,
hogy szolgáljunk, mit tudom én, miket mondhattak talán, hanem úgy válaszolnak vissza, hogy áldjon meg téged az Úr. Testvére. Milyen áldás lehetett? Akár az ő családi vállalkozásán is. Ugye olvasunk előtt, hogy van áparáldás ideje, ahol dolgozik, búgzát is arattak, biztosan többféle vagyok volt, többféle dolgot vetett is, ezzel munkálkodott. És ugye ő volt ezeknek az embereknek a fenyegetője. Áldás van egy olyan munkán, amit egy Isten félő ember vezet. Ugye szokás az a gondolkodás, hogy maradjunk alázatosan, alacsonyak, szerények, és tehát ennek van létjogosultsága a hívő életben, de jó az, amikor egy hívő nyilván nem világi eszközökkel, de fejebben tör, jó értelemben, fejebb kerül. A Bibliában sokszor látjuk azt, hogy azon van általában a legnagyobb áldás, amikor egy hívő, vagy istenfélő ember, istenfélelemben, Isten szeme előtt kedves módon vezetővé válik. Ugye ott van Józsefnek az esete, aki csak megszűnik Egyiptomban, de mégis Egyiptom felvirágozik abban az időben, túl él, és utána gazdag államá lesz. Vagy ott van Dánielnek is az esete, aki szintén második lesz a birodalomban, és felvirágoztatja igazából a birodalmat azért, mert istenfélő ember vezeti a dolgokat. És hogy hasznos akarsz lenni a cégnél, ez talán a legnagyobb haszon, amit lehet hozni igazából, hogy istenfélő úton vezetett a dolgokat. Ez ugye nagyon kinézendő volt a világ korszakában, mégis Boáznak sikerült egy olyan közösséget kialakítani a maga között, ahová, hogyha bemegy reggel, azt mondja, hogy az Úr legyen veletek, ők pedig azt mondják, áldjon meg téged az Úr. Ebből látjuk, és sok másból is, hogy ő egy istenfélő vezető volt. Ilyen sötét időszakban is lehetnek olyan emberek, akik istenfélő vezetők. Ilyen sötét időszakban, amikor az embereket lefizetik, amikor a bírák maguk is mennek a saját szemük után, meg a nők elfervítik a fejüket, ilyen időszakban is lehetsz olyan vezető, lehetsz olyan gerinces hívő, aki istenfélő marad ebben a világi sötétségben. Hát elsősorban elmondható dolog az, hogy istenfélő vezető volt. Másosorban látjuk az ő jó indulatát Rút felé. Ugye ebből a leghídesebb az, amikor azt hallasz, hogy nem pirogatta meg őt, nem hozta szégyenbe mások előtt. Például a másik fejezet 8-as, 9-es versét is elolvassuk. És mondd el Boáz úr Rútnak, ugyan hallod én édes lánya, ne menj szelegetni más mezőre, és eljöjj innen, hanem menj mindenütt az én szolgálom minden. Személyt legyenek a mezőn, amelyet aradnak, és járj utána. Én mi meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged. És ha megszomolyogozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek. Tehát bátorítja őt, hogy maradjál az én telkeimben, az én gazdaságomban, és szedegessél itt. Ugye ismerjük Rútnak a történetét, hogy meghal a férje, és az anyósával együtt visszaköltözik Izraelbe, ahol eléggé nehéz, nehezen megy kezdetben a sorsuk, és ezért Rút elmegy, és szedeget itt az átparratás idején, éppenséggel Boáznak a földjei. És Boáz ugye meglátja őt, és ezt mondja neki, hogy ne menjél más mezőkre, hanem maradjál itt. Ími meghagytam a szolgálatnak, hogy ne bántsalak téged. Hát, de azt is mondja, hogy ne menj szedegetni más mezőre, ne más mezőre. Ki az, aki mondott volna ilyet? Hát, hogyha volt valamikor az istenfélelem az izraelitákban, hát azok elküldték volna ugye a moábitákat. Rút, a pogány népből volt, moábita volt. És hát őt elzavarták volna. Valami más mezőn szedegetett volna, akkor kirúgták volna, hogy menjen a mi mezőnkről. Ez az Isten népének választott, ígéretbe adott földje, és te neked, pohányok, semmi része sincs ebből, nem ehetsz a földnek a gyümölcséből. Kotlódj innen. Mondták volna. Ugye, hát kicsit ilyen képmutató jelleggel, bármely ember a bírák korszakából. Mégis Boáz azt mondja, hogy figyelj, maradj itt. Miért? Mert tudja azt, hogy minden korabeli más földes úr, vagy földes ember ezt mondta volna, hogy menjen innen, és nem lettek volna ilyen jó indulattal Rúttal szemben. Gondoskodik az ő védelméről.
ne menjen máshová, mert a rizikus, hogy a rossz szemmel néznek rá, hanem még itt az ő birtokain is mondta a szolgáinak, hogy figyeljetek, ne bántsátok őt, és mondta a rúgnak is, hogy megmondtam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged. Lehet, hogy ő pedig is ott van az a fajta természet, hogy mi most is szedjük az árpát, dolgozunk, maradunk, Moábit, a pogány asszonyit járkál utána, meg mögöttünk. Meg Mihály, kik voltak azok, akik felszedegették ezeket a lehúzott dolgokat? Hát a népnek a legszegényebb részei. Időjött ez a Moábita, és akkor még itt ingyen akar élősködni rajtunk, és az emberekben, főleg akkoriban ugye lett volna egy volt ilyen megvetés, egy csuklóból, így egyből, egy ilyen pogány nővel szemben. Mégis Boáz a szárnyai alá vette a csútot, és megvédelmezte őt, és jó indulattal, irgalommal volt ő felé. Persze később majd beszélek róla, hogy Boáz azért tudta, hogy Rút egy kivételes hölgy, azért is, mert tudta az egész sztorit, ami mögötte áll, hogy hogyan hagyta el az ő családját, az ő hamis isteneit, azért, hogy ide jöjjön az igazi Istent imádni. Tehát Boáz okkal volt jó indulatú igazából Rúttal szemben. Gondoskodik a szükségeikről is. A 14-es verse, ugorjunk tovább, 5-ös, meg 6-osat is még elolvasott hozzá, és az evésnek idejekor szól néki Boáz, jel ide, és egyél a kenyérről, és másba a falatodat az ecetes néve, és nem ide az arató mellé. És Pergel babonát nyújtott néki, és evett, jólokott, sőt, még hagyott is. Azután felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak mondván, a kérik között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. Ismét csak mondja nekik, hogy ne pihongassátok meg őt, ne hozzátok szégyenbe. Meg ne dorgáljátok őt, hogy mit keresel itt, mit jársz itt utánunk, legyetek vele kedvesek. És az étkezés közben is befogadták őt, hogy egy pogány nőt ráadásul oda befogadtak az adatok a saját körükbe. Nem így szünetbe, hogy ő is leüljön, ő is egyen velük, ő is velük együtt. És hogy ez a jó indulat, ez a kedvesség, ez a gondoskodás mennyire ott volt igazából útban, mások felé is, ezt később is meglátjuk, egy pillanat, hogyha elérvég ugrunk. Ugye Rúttal szemben nagyon kedves gondoskodó jó indulatuk volt, meg Rúttnak az anyósával is, ugye Rút, amikor odamegy, már a következő fejezetben is elhagyja a takarót Boáznál, és Boáz megtudja, hogy igazából Rút van itt, és hogy mi ez a helyzet, hogy mit is kér tőle Rút, akkor megmondja Boáz, hogy igazából más eddig van a sorban, mint hogy én kezelhetném ezt az ügyet, és azt beszélték meg, hogy reggel, még mielőtt lehetne látni, hogy ki az a, tehát olyan világos lenne, hogy látnák az emberek egymást, gyorsan akkor kelj fel és menj el. Na de ugye őt nem küldi el üres kézzel, hanem hát ha hármas fejezet 14-es verse, és tegyük végig az ő lábánál, mert reggel így is fel kell, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerhetné, mert mondta, mert nem tudja senki, hogy ez az asszony a szívben jött, és mondta, add ide a nagy kendőnek, amely rajtad van, és tartsd. És ő oda tartotta azt, Boáz pedig miért 6 mérték árpát, és feladta őt, maga pedig bement a városba. És ugye hazamegy a Rút, és kérdezi a lányos, hogy na, mi volt? Hogy vagy édes lányom? És akkor ő pedig elbeszélt neki mindent, és hát az anyós az vette a jelet, hogy a Boáz az a jövendőbeli anyós jelöltjének így jelzett, hogy milyen szándékai lennének, és hát neki is küldött igazából. Tehát ez a 6 mérték, ez gabonaféle, ez jóval több volt, mint amit csak úgy lehetett volna adni, és ezzel kifejezte azt, hogy Rútra is van gondja. Vagy a Rút anyósára, ugye Naomira is van gondja. Hát ez volt az ő jelleme. El tudunk érzelni másik ilyen embert? Bírák idején. Ki az, akivel lett volna ekkora kedvesség? Nem csak, hogy a honfitársa iránt,
hanem egy idegen moábita irányít. Nagyon tisztelettudóan is bánt Ruttal. Úgyhogy azt mondta a szolgáknak, hogy húzogassatok ki néki a kévékből, és hagyjatok el véletlenül. Amikor fölveszitek ezeket a kévéket, a vállalatokra, vagy a szekérre, véletlenül lepottyan több is a kelleténél. És milyen tisztelettudást mutat ez igazából Boáz részéről, hogy nem azt csinálta, hogy így, így hozabeti elé, hanem direkt megszervezi azt, hogy véletlennek látszódjon, hogy ennek a szegény embernek, vagy a szegény asszonynak a tisztelete, a méltósága megmaradjon, hogy ő felszeregeti azt, amit elhullajtottak. Amit szándékosan, ugye ő neki hullajtottak el. Ugye titkon akarta ez, hogy megtörténjen, hogy ne becsmédeljék így ezt az asszony. Na ez az igazi úriemberség egy nagyon sötét időszakban. Ez az igazi istenfélelem nagyon sötét világon közepette. Mennyire ellenkezője az annak, ami talán manapság is van. Ugye főleg, ha már a férfiról vagy Boázról van szó, tehát a férfiaknál ők... A férfiak azok olyanok, hogy valaki rosszul vezet élelőttel, nem tartja be a kereszt, és akkor ilyen tanító szándékkal ilyen jó erősen látszottan. És akkor mindig a feleségem mondja, hogy ne csináld ezt. Vagy a sorban, hogy tolakodni kell, vagy lögdösülni. És ez nem tisztelettudó a másikkal szemben. Mégis Boáz nem ilyenfajta ember volt. Tehát volt benne istenfélelem vezetőként jó indulat, igazságosság is volt ő benne, azért, mert tájékozott volt. Na, ha valamit lehetne mondani a férfiaknak, magunknak, ez egy nagyon jó jelenet Boáznak, hogy nem csak így legykákból élet, hanem tájékozódott a dolgok felől. Sok feleség talán azt mondaná, hogy bárcsak jobb rálátása lenne a férjének a dolgokra. Boáz a következőt mondja, második fejezet, 10-es, 12-es verseiben. Rút akkor ez arcot a boldogat, és meghajtál magát a földig, és mondta neki, hogy találta milyen kedvességet a szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Boáz pedig felelet, és mondta neki, bizony elmondtak néked mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat, és a te anyádat, és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél az előtt. Fizessed meg az Úr a te cselekedettél, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ugye itt van az, amire korábban már utaltam, hogy Boáz igazából tudta, hogy kivel cselekszik jót, hogy igazából olyan valakit lesz a szárnyai alá, aki igazából szeretne Isten népéhez csatlakozni, szeretne változni, el akarja hagyni az ő régi pogány dolgait. Tehát azt mondja Boáz, hogy mindent elmondtak nekem. Nem csak az volt, hogy reggel idefelé, amiközben ágyom meg az urasztunk a munkásokkal, akkor félfogában hallottam valamit, hanem megálltam. Mondjátok el nekem. Mindenre kíváncsi vagyok. Elejétől végéig, hogy mind a teljes kép. És így módon tudott igazságos, tisztességes, méltányos lenni. Ruttal összefüggéseiben látta igazából a dolgait, hogy valójában Rút Istenhez akart közeledni. Ugye a józanész, hát az akkori gondolkodásban egyáltalán nem ez diktálta volna. Odáig jutott el volna egy átlagos világkorabeli ember, hogy ez az asszony, Moábita, el innen vele, és ki kell rúgni Isten közösségében, Isten örökségében, neki semmi keresni gazdója. De Boáz értette, hogy igazából ide akar szegődni. Isten akarja követni, nem pedig ingyen élősködni Izrael áldott népén. Jól látta a dolgokat. Azért, mert mindent végighallgatott, mindent után jár. Ugye a bírák idejében mindenki azt tette, ami a saját szemében jó volt. Minek jöjjön ide ez a nő szedegetni? Én is összeszedegethetném, milyen erős több árpám maradhatna. Boáz pedig nem a saját szeméből nézte a dolgokat, hanem Isten szemszögéből, hogy itt van valaki, aki közeledne Istenhez, akkor őt segítem, akkor ővel kedves leszek, ővel igazságos leszek. Tehát Boáz, istenfélő vezető volt, jó indulatú, nem pillanatogatta meg, igazságos volt, azért, mert tájékozott volt, ne egy csoda még megemlíteni azt, gondolom, hogy törvénytisztelő volt. Tehát Mózes törvényeit, a hagyományokat, a szokásokat nagyon jól ismerte. Ugye ott van az a
elúszik ez a férfi, amíg véghez nem viszi a dolgot, mint ma. Boáz már kezdte megszeretni, kezdte kedvelni a Rútot, és mégis nem azt mondta, hogy na hát ez a Rút engem választott, én közeli dokon vagyok, eleget teszek ennek a kritériumnak, akkor én csinálom a dolgokat. Hát nem azt csinálta, hanem ismerte a teljes törvényt, hogy igazából aki legközelebbi rokon, annak elsőbsége van. Hiába szeretné őt, hiába akarná azt a nőt is, nem lehet, mert a törvény ennek gátat szab. És lehetett volna mondani azt, hogy de az a nő is engem akar, stb. Azt mondta, hogy ez van a törvényben, és én ezt fogom követni. És bár szerette Rútot, ugye a tisztessége abban is meglátszik, hogy a testén nem is csinált vele semmit. Hanem másnap leül a kapuban. De nem az volt, hogy de akkor utána jár a dolognak, mint olyan esetben az anyósa gondolta, hogy akkor elmegyek, és akkor megkeresem ezt az embert, akkor lebeszélem vele, stb. Hanem szépen megnyugodtan leülök a kapuban. A nap során egyszer, amikor ő is ki fog menni a földjére, találkozok vele. Egy pár, ugye tanult akkor még össze kellett halászni, vagy tanult előtt, legyen meg az a szembesítés, hogy, és akkor jött az ő szembesítése, ami szintén ilyen csavaros volt, hogy itt van ez a dolog, hogy az elhunytnak a földjét meg lehet kapni. És akkor közelebb időkon akarod? Hát persze, hogy akarom. Hát jó, de a Rút is vele együtt jár. Ja, hát akkor köszönöm, nem akarom. Tehát ahogy megfogalmazta, az is mutat azért valamit ő róla, de betartotta a törvényt. Törvény tisztelő volt. Ennyi, tehát gyorsan Boázzal, hogy volt egy istenfélelem vezetőként, jó indulatú volt, igazságos, tisztelte a Mózes törvényét. Egy nagyon sötét érában, egy időszakban. Mi volt az ő öröksége? Mi volt az ő hagyatéka? Mi volt ennek az egész jó dolognak a hozadéka, hogy ilyen sötétségben kiállt fényként, csillagként tündökölt. Az, hogy őnek is sikerült az, ami sok kortársát nem továbbadni ezt az Isten félelmet. Mert ugye a Rút könyvének a legvégén látunk egy kis családfát. 21-es vers, Rút 4-21. Sálomón pedig nemzé Boázt, és Boáz nemzé Obedet, és Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé Dávidot, azaz Dávid királyt. Nem csak az igazságot tanította meg a gyermekeinek, hanem azt is, hogy hogyan kell továbbadni az igazságot. Tehát ez olyan, mint amire Pál most is utal, hogy tanítsad meg, bízod olyan hívő emberekre, akik mások a tanítására is alkalmasak lesznek. És Boáz is nem csak azt csinálta, hogy felnevelt egy újabb generációt, hanem azt tanította meg nekik, hogy ők hogyan tudják majd továbbadni a következő generációra. És ez sikerült neki, és vitték tovább. Ugye Dávidnak pedig a következő leszármazottja Salamon. És még Salamon is emlékezett, hogy az én ők nagyapám, jól számolom, Boáz milyen egyenes ember volt, milyen istenfélő ember volt. És ez volt az ő hagyatéka. És mindenki tudta az ő hagyatékát. Nem csak azért, mert a zsidóknál itt volt ez az írás, Rút könyve, Rút története, és akkor fennmaradt ez a jó példa a zsidóság számára, de tudjátok miért? Hol lehet még ezt a szót olvasni, Boáz? Amikor megépítette a templomot, azt olvassuk az 1 Királyok 7:21-ben, és felállítta az oszlopokat is, a templom tornácát, és felállítta a jobb oszlopot, és nevezi annak Jáhinnak, és felállítta a bal oszlopot, és nevezi annak nevét Boáznak. Mikor az emberek jöttek a templomba, hát ugye nem a templom elsőjét nem tudtak bevenni, és ők a kormác, vagy legbelsőbb kitvallóba sem, de azért méretes volt igazából ez az oszlop, és lehetett messziről is látni, és ott volt két erős oszlop, tehát réz oszlopok voltak, azért volt annak tartása. Az egyiket Jákimnak nevezték, másiket Boáznak. Ott volt Salamon, mint ifjú király, és azt mondja, hogy én nekem volt egy olyan felmenőm, istenfélő vezető volt. Én is ilyen szeretnék lenni, mint Boáz. Van egy olyan felmenőm, aki jó indulatú volt más emberekkel. Én, mint király, népemben is jó indulatú akarok lenni. Az én felmenőm igazságos volt. Hát, mi legyen a legfőbb tulajdonsága a királynak, nem az, hogy igazságos legyen. Törvénytisztelő volt. Én is akarom ismerni Isten törvényét, és úgy bíráskodni az ország felett. Boáz volt igazából, hát egy oszlop lett.
azért mert osztatos jelenben volt, tudod? Azért tudott erősen megállni az ő kortársai között. És tudod-e azt, hogy te magad is lehetsz ilyen osztottá? Te magad is lehetsz ilyen osztottá, azt írja a Biblia. A Jelenések könyvéhez lapozunk, a Biblia legvégéhez, Jézus leveleihez, a gyülekezetekhez, a filadelfiai gyülekezet. Jelenések 3, 10-es,